Ádám születésétől fogva halmozottan sérült. Egészségi állapota ellenére gyakori vendége kulturális eseményeknek, amelyekről videomontázsokat készít. Ő is egyike azoknak a fiataloknak, akik családban élnek. Sorstársaiknak, az őket nevelő szülőknek rendezte konferenciát, amelyen a szakemberek mellett az érintettek is elmondták személyes történeteiket. Szülőknek adtunk lehetőséget arra, hogy a saját élettörténetüket, a saját tapasztalatikat megoszthassák, ami szerintem egy teljesen újszerű és innovatív dolog volt, ugyanis általában a szülők meg az érintettek nem szoktak ilyen szerepet kapni, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a szülőknek is, hogy egy kicsikét ki tudjanak nyílni, el tudják mesélni közönség előtt is azokat a örömöket és bánatokat, ami ezzel a helyzettel együtt jár. A konferencia szervezői egyetértettek abban, kiemelten fontos, hogy a halmozottan sérült gyerekek és fiatalok minél tovább maradjanak a családjukkal, ne kerüljenek intézetbe. Támogatásukra a Kézenfogva Alapítvány és halmozottan sérültek és szüleiknek megyei egyesülete létrehozott egy országos információs adatbázist, amely az info.kézenfogva.hu oldalon érhető el. Azok az intézmények, szolgáltatások érhetők el, amely a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő családok számára érdekesek, hasznosak, elérhetőek. Az összes olyan szociális intézmény, gyermekvédelmi intézmény, köznevelési intézmény benne van ebben az adatbázisban, amely fontos és érdekes lehet ezeknek a szülőknek. Ezen kívül tartalmaz az adatbázis az elérhető pénzügyi ellátásokat is. A fogyatékkal élő szülők embert próbáló feladatot vállalnak. Gondjaik mellett azzal is szembesülniük kell, hogy nem tudnak korkedvezményes nyugdíjba menni. Sokszor kell igazolniuk, hogy a születésüktől fogva halmozottan fogyatékos gyermekük állapotában nem történt pozitív változás, és nem kapnak elegendő figyelmet az egészségügyi ellátásban sem. Mindezen problémák nagy része még megoldásra vár, hangzott el a rendezvényen.